Sziasztok! Ez itt újra a játékok a polcról. Ez a hét is eljött, a Figura Fest hete, úgyhogy most már tűkön ülök, meg ezer dolgom van még vasárnapig. Úgyhogy a szolgálati közlemény az most rögtön a videó elején jön, hogy aki csak teheti, jöjjön el vasárnap a Körösi Kulturális Központba az 5. Figura és Játékfestre. Szeretettel várok majd mindenkit, de addig még hátra van egy szokásos szerdai videónk, egy nem annyira szokásos témával. Úgy is mondhatnám, hogy mostanában azért elég sok olyan dologról csináltam videót, amiről eddig még nem, és ma is egy ilyen vonal kerül sorra, amivel eddig még nem foglalkoztam, nem azért, mert nem szeretem, hanem azért, mert eddig még nem jött össze belőle 5 figura. Na de, ennek most vége, és tudunk egy kicsit foglalkozni a Disney parkos droidokkal, úgyhogy a mai adásban csak droidok fognak szerepelni. No, először is egy kicsit tegyük helyre ezt a dolgot, mert szerintem már most nagyon sok fan arca torzul, hogy Disney és Star Wars és úristen, ez maga pokol meg a szentségtörés. Ezt egy kicsit tegyük helyre, mert hogy bár sokan úgy gondolják, hogy a Disney és a Star Wars az igazából 2013-ban bútorozott össze azzal, hogy a Disney megvette a Lucasfilmet, valójában ez az összebútorozás, ez már sokkal-sokkal korábban megkezdődött, mégpedig a 80-as évektől kezdve gyakorlatilag ez a két cég, a Disney és a Lucasfilm folyamatosan kereste egymás társaságát, és bizonyos dolgokban igencsak aktív együttműködött. Az együttműködés az valamikor a 80-as évekbe kezdődött, tehát gyakorlatilag a klasszikus Star Wars éra után rögtön, hiszen a Star Wars az akkor is népszerű volt, Disneylandek ugye akkor is léteztek, és hát gyakorlatilag a Disney megkereste a Lucasfilmet, hogy hát mi lenne, hogyha bizonyos Star Wars-os termékeket is lehetne kapni a Disneylandekbe. A Lucas pedig soha életében nem mondott nemet a dollárokra, úgyhogy nagyon-nagyon könnyen megszületett ez a megállapodás, és hát a 80-as évek végétől kezdve gyakorlatilag a Disney parkokba, hát nevezzük így, hogy Disney parkok, mert ma már így hívják őket, a Disney parkokba folyamatosan elérhetőek voltak különböző Star Wars-os termékek, figurák, hűtőmágnes, kitűző, mindenféle ilyen plüssök, tehát nagyon-nagyon sok minden dolog volt, amit csak kifejezetten ezekben a Disney parkokban lehetett megvenni. Nekem is van egy Disney parkos, azt hiszem talán 80-as évek végéről származó Evok plüssöm, és egyébként tök jó. Az együttműködés az a következő lépcsőben a már korábban emlegetett Star Tours elnevezésű attrakcióval folytatódott. Ugye gyakorlatilag a Disneylandeken belül lett egy külön Star Wars-os szegmens, amit Star Tours-nak kereszteltek, és hát ebben gyakorlatilag egy ilyen Star Wars-os élménycsomagot kaptak azok, akik ezt meglátogatták. Ugye ez egy ilyen 4D moziszerű élmény volt, aminél hát a váróterem, meg minden ilyen Star Wars-osan volt gyakorlatilag megcsinálva. És hát ugye ezekbe a termekbe hát különböző dekorációk, Star Wars-os dekorációk voltak szükségesek, amiket hát főleg droidok voltak, amiket ide építettek ilyen dekoráció gyanát. Na most ugye nem minden droid volt olyan, hogy a Star Wars-ba ténylegesen látható volt. Egy csomó droidot azt a helyi díszletépítők innen-onnan összelopkodott dolgokból pakolgatták össze, tehát születtek egy úgymond egyedi Disney-s droidok is már ekkor, amik ezekben a Star Tours attrakciókban voltak láthatóak, gyakorlatilag a plafonon, meg a váróterembe, meg ilyen háttérbe, meg ilyesmi. Tehát ezek ilyen dekorációs célú cuccok voltak, hogy amíg megvetted a jegyet, és várakozol, meg sorban állsz, meg mit tudom én, addig ezeket tudtad nézegetni, meg fotózni. Aztán utána az élmény maga az annyi volt, hogy egy ilyen siklószerű, zárt moziszobába beültél, és akkor részt vettél egy ilyen ride-on, amin hát egy ilyen
történeten végigmegy gyakorlatilag egy ilyen sikló, mint hogyha avval a Starspeeder-rel utaznál, és ugye R2 is, meg C-3PO is szerepelt ebben a filmecskében, de Vader is, stb. Úgyhogy ez a Star Tours attrakció, ez már a 90-es évektől kezdve ez ment, mégpedig elég sikeres volt, hát több millióan vettek rajta részt a különböző Disney parkokba. Ugye nem csak Amerikában volt ez, hanem aztán csináltak ilyet Japánba, csináltak ilyet az Euro Disneybe, tehát több felé is részt lehetett ezen venni. Na most következő lépcsőként a Disney úgy gondolta, hogy tök jó lenne, ha ezeket a droid karaktereket, amik így ott a háttérben láthatóak voltak, ezeket figuraként is meg lehetne vásárolni a parkokban. Úgyhogy bevonták a buliba a Hasbrót is, és nagyjából 2001-től kezdve elkezdték kiadogatni ezeket a Star Tours-os droidokat. Ugye korábban ilyet már mutattam nektek a Power of the Jedi sorozatban, ott a DLX-2 elnevezésű droidról beszéltem egy kicsit, ez is ebben a Star Tours attrakcióban volt látható, és akkor nagyjából kialakult egy ilyen rendszer, hogy a Hasbro is, meg a Lucasfilm is folyamatosan adott olyan termékeket, vagy csinált olyan termékeket, amiket kifejezetten csak ezekben a parkokban lehetett megvásárolni. Először ugye a Power of the Jedi-ban volt egy ilyen kis alszéria, azt hiszem, hogy 5 droiddal, utána annak a sikerét igyekeztek megismételni, a szagán belül is volt, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 Star Tours-os droid, ami ilyen Disney exkluzív volt, azok se voltak rosszak. Az 2003-2004 környékén volt, és aztán 2005-ben volt még egy Star Tours-os kör, akkor Original Trilogy-s csomagolásban lehetett ezeket a droidokat megvásárolni figuraként. Na most ezek a droidok valamelyik sikerült, valamelyik nem. Tehát van olyan közöttük, amelyiket nem annyira kellett volna figuraként kiadni szerintem, mert nem ütik meg úgymond a színvonalat. Több ilyen is van, de voltak köztük kiadva olyan droidok is, amik meg baromi jól néznek ki, úgyhogy ez a Star Tours-os sorozat, ez viszonylag felevás, mondjuk így. Ez a buli, ez 2005-ig tartott, és utána átálltak egy kicsit más rendszerre. Onnantól kezdve inkább, hát volt még egy olyan sorozat, amiben különböző Disney karaktereket Star Wars-osítottak, és akkor ugye ilyen Darth Vader-es Donald kacsát, meg Luke-os Mickey Eggert, meg ilyen ilyesmi figurákat is lehetett venni. Hangsúlyozom, hogy évekkel, tehát 8 évvel vagyunk a Disney felvásárlás előtt, és már voltak ilyen termékek, tehát aki azt hiszi, hogy úristen, ez akkor keletkezett, hogy Darth Mickey Egger, amikor megvette a Disney a Lucasfilmet, az rohadt nagyot téved, mert már sokkal-sokkal előbb is voltak ilyen, hát mondjuk ki, hogy gicses termékek, és nem csak konkrétan figurák, hanem mindenféle ezzel kapcsolatos Disney-s dolog, tehát ez a két cég, ez már a 2000-es években is nagyon-nagyon jóba volt, és kézkezett most ma nyomták ezeket a dolgokat. Hát gondoljunk csak bele, hogy a 2000-es évek végén a Disney parkokban voltak ilyen Star Wars Weekends események is, amiben hát, hogy is fogalmazzak, érdekes attrakciók keretein belül hát ünnepelték a Star Wars-t. Szoktak ugye a neten előkerülni ilyen YouTube-os videók, meg ilyesmi, amiben hát ilyen meglehetősen émeítő gagyi módon látható mondjuk Darth Vader táncolva, meg Boba Fett, meg ilyesmi, mit tudom én, ilyen evokok gyűrűjében, és akkor ilyen nagyon-nagyon gagyi, meg nagyon taszító valahogy az egész produktum számomra. Na, az például ilyen Star Wars Weekends eseményeken készültek azok a videók, tehát ez is mondom, évekkel a felvásárlás előtt vagyunk, és akkor már voltak ilyenek. A rendszer az nagyjából 2008-ban változott meg egy kicsit, onnantól ráállt a Disney az úgynevezett ilyen Droid Factory vonalra. Most ez a Droid Factory vonal, ez olyan szempontból érdekes, hogy ugye ezt a Hasbro találta ki, nem a Droid Factory vonalat, hanem önmagában azt, hogy
különböző alkatrészekből, droid alkatrészekből össze lehessen építeni egyedi droidokat, illetve hogy össze lehessen építeni olyan droidokat, amiket amúgy nem adtak ki normál esetben figuraként. Ez 2008-ban a Legacy sorozatban indult, ugye ott minden single cardos figura mellé volt rakva egy droid alkatrész, amiket lehetett összegyűjtögetni, és akkor tök jó droidokat lehetett belőle összerakni. Ezeket ugye már mutattam nektek korábban. A Disney-t ez megihlette, amúgy is ugye droidosak voltak eléggé, tehát korábban is az ilyen Disney exkluzív figurák egy jó része droid volt, úgyhogy úgy gondolták, hogy ők is szeretnének ilyesmi vonalat maguknak, nem csak hogy összerakóst, hanem önmagában egy ilyen droidos, és ez kapta a Droid Factory alcímet. Ami nem csak figuraként működött, hanem én úgy tudom, hogy akkoriban az attrakció is, ami itt a Star Tours-on belül megtekinthető volt, hogy ott volt egy ilyen Droid Factory szoba, ahol gyakorlatilag ilyen droidok javítottak droidokat, és akkor innen jött ez a név, hogy ennek a játékvonalnak úgymond legyen ez a Droid Factory alcíme. Ugye 2005 és 2008 között is adtak ki figurákat, akkor azt csinálták, hogy a Star Tours attrakcióhoz kötődő különböző jelenetekhez adtak ki ilyen 4-es meg 5-ös figura pakkokat. Például ugye volt egy ilyen boarding valami elnevezésű csomag, amiben ugye a beszálláskor, tehát amikor te megvetted a jegyet és állsz sorba, és beszállsz ugye ebbe a Starspeederbe, akkor látható, mit tudom én, podgyászhordó, droid, ilyesmiket adták ki figuraként. Az is egyébként egy tök ötletes pak volt, de például ilyen birodalmi csomagot is adtak ki. De aztán 2008-tól kezdve már csak Droid Factory volt, és akkor innentől gyakorlatilag mai napig elkezdtek kiadogatni különböző ilyen többes droid pakkokat, először még csak többes droid pakkokat, amik valamelyik filmhez kötődtek rendszerint, nagyon-nagyon szuper kis droidokkal. Ugye ezek a csomagok meg figurák innentől kezdve nem voltak brandelve. Ami azt jelenti, hogy nem szerepel rajtuk, hogy a Hasbro gyártotta volna őket, hanem csak az van rajtuk, hogy Droid Factory, meg hátul is csak az van, hogy Disney, meg Lucasfilm, meg ilyenek, de attól még ezeket ugyanúgy a Hasbro gyártja, és jellemzően korábban már felhasznált, korábban már kiadott Hasbro droid alkatrészeket használnak mindig újra és újra, gyakorlatilag. Különböző színekben, hát ugye a droidok ilyen szempontból szerencsések, mert sokszor el lehet őket sütni különböző színezésekbe. Ami az érdekes, hogy általában azért az ilyen Droid Factory droidoknak a nagyon nagy része az egyedi. Tehát olyan színekben, olyan kombinációkban adták ki őket, ami a Hasbro-nál normálban nem jelent meg normális boltban kapható figuravonalakba, úgyhogy ezek miatt ezek a Droid Factory-s droidok meglehetősen egyediek, keresettek és nagyon-nagyon jól tudnak kinézni. 2008-tól kezdve háromféle termék volt ezzel kapcsolatosan, amit kiadtak, és mind a háromból fogok tudni nektek mutatni példát, mindjárt túl vagyunk a történeti részen, addig még tartsatok ki. Tehát egyrészt voltak ezek a többes pakkok, amik mondjuk filmekhez kötődtek, tehát volt mondjuk egy olyan droid pakk, ami a Force Awakens-hez, volt olyan droid pakk, ami a Solo-hoz, stb. Ez volt az egyik, ezek a többes pakkok, jellemzően ilyen 30-40 dollárokért lehetett őket megvenni. Ezen kívül voltak a single cardos figurák, mint amilyen ez is, aminek két fajtája van, de nagyjából közösek a jellemzői. Egyrészt ezekből a single cardosokból adtak ki olyanokat, amik valós droidok, mondjuk úgy, tehát amik a filmben is látható, normális kinézetű frankó droidok voltak. Például Chopperből is adtak ki egy ilyen Disney-s változatot, ami egyébként baromi jól néz ki. És ezen kívül adtak ki úgynevezett ilyen seasonal single cardos droidokat, mint amilyen ez is, amik csak egy eseményhez kötődnek, egy ünnephez kötődnek, vagy csak egész egyszerűen egy rövid intervallumon belül beszerezhetőek, mint például amilyen ez is volt. Ezek a seasonal droidok
Ezek nagyon régóta jelennek meg, tehát ennek a gyökerei még a Hasbrohoz nyúlnak vissza. 2002-re akkor jelent meg az első ilyen Mikulás sapkás R2 meg Sripio, de a Disney fejlesztette tökére, mert most már egy jó pár éve gyakorlatilag minden egyes évben Halloweenre, karácsonyra mindig adnak ki ilyen egyedi színezésű droidot, egyéb ünnepekre, alkalmakra is, tehát mit tudom én, volt ilyen LMBTQ ünnep napi, akkor ilyen Celebration, exkluzív droid, meg ilyesmik, tehát ilyen alkalmakra adják ki őket, de van köztük olyan is, amit meg simán csak seasonálba kinyomnak, és mondjuk egy adott év telén beszerezhető, mint amilyen például ez is volt. Tehát ez a droid, ez nem karácsonyi droid, hanem ez a 2022 tél droid, mondjuk így. Úgyhogy ezek voltak a single cardosok. És akkor a single cardosokon meg a pakkosokon kívül még van egy nagyon egyedi kategória, a magadnak összerakós droidok, ami ténylegesen a Droid Factory-ban keletkeznek ezek a droidok. Ugyanis volt egy rész 2012 és 15 között a Disney parkokban, ahol, hát ott nyilván az ajándék volt részem, ahol magadnak rakhattál össze egy csomó-csomó alkatrészből ilyen 375-ös kis droid figurákat, nyilván ugyanúgy Hasbro által gyártott alkatrészekből, de teljesen magadnak raktad össze, olyan lett, amilyet akarsz, akkor utána belerakták egy ilyen csomagolásba neked, adtak neki egy egyedi nevet, és akkor ezt így megvehetted, azt hiszem, hogy talán 13 dollárért, de volt belőle dupla csomagolásos is, hogyha kettőt vittél egyszer, erre azt mondja, hogy 18,99-ben került. Ez egy nagyon-nagyon ötletes attrakció volt. 12 és 15 között nagyon nyomták, akkor egy évben több hullámban is újabb és újabb alkatrészeket adtak hozzá az elérhető repertoárhoz. Csupa olyan alkatrészt, nem csupa olyat, de túlnyomó részt olyan alkatrészeket egyébként, amik Hasbro alapúak, de olyan festésük van, hogy nem lehet őket összetéveszteni egy normál Hasbro által kiadott droiddal. Következésképp nagyon egyedi droid alkatrészek, és hát ez okoz némi beazonosítási rémámot is. Én is ennek a kapcsán találkoztam ezekkel a droidokkal, de erről majd mindjárt egy kicsit bővebben. Szóval meglehetősen változatos a repertoár, 15 óta egyébként ez az összerakós droid nincsen, már ilyen nagy droidokat lehet összerakni ugye most a Galaxy Edge-be, azok is batárul néznek ki, tehát ott is olyan droidot tudsz összerakni szinte, amilyet akarsz, de az még ugye elektronikus is, és tud ilyen attrakciókat csinálni, úgyhogy ki vannak ezek a dolgok találva. Tehát ezeknek a termékeknek nem az volt, nem az a célja, hogy bárki meg tudja őket venni, és olyan rohadtul elterjedjenek a piacon, hanem ugye az a célja, hogy kiegészítse a Disney parkoknak a repertoárját. Ezeknek a parkoknak az a célja, hogy szórakoztassanak, hogy élményt adjanak. Ha oda megy a látogató és kifizeti azt a rakat pénzt, akkor olyan élménnyel távozzon, amire azt mondja, hogy fú, ez baromi jó volt, jövőre is jönni akarok. És ennek a része volt az is, vagy része a mai napig az is, hogy olyan cuccokat tudjál ott venni, amit máshol nem tudsz megvenni. Mert azzal így bizonyítod, és tudsz villogni a haveroknak, hogy fú, én voltam ott, és akkor ilyen droidot raktam össze, és ez nagyon-nagyon működik egyébként pszichológiailag ez a dolog, úgyhogy hát ehhez nagyon-nagyon ért a Disney. Egyébként manapság már nem minden ilyen Droid Factory-s cucc totál Disney Park exkluzív, természetesen a Disney parkokban az egész repertoárt meg lehet kapni, viszont vannak olyan cuccok, amik rendelhetőek a Disney Shopról is, vagy elérhetőek, ugye nálunk nincs, de Nyugat-Európában vannak ilyen külön Disney boltok, azokban is elérhetőek szoktak lenni. Nem minden, mert vannak kifejezetten nagyon park exkluzív dolgok, amit csak ott tudsz beszerezni, de például ez a droid, ez elérhető volt a még az európai Disney Shopba is, tehát akár Magyarországra is meg lehetett volna rendelni. De normál játékboltba, normál webshopba, még a figurákkal foglalkozó webshopokba se nagyon szoktak ezek előfordulni, mert kifejezetten ugye a Disney-től kell megvenni, nagy kereknek se nagyon adogatják el őket. Pont ez a különlegességük, és illetve az, hogy egyedi kinézetű droidokról van szó. Úgyhogy ilyen droidból most megnézzünk gyorsan ötöt, nem akarom, hogy ma nagyon hosszú legyen a videó, úgyhogy csipkedem magam.
Az első az a legkorábbi, amit tudok nektek mutatni, az egy 2008-as C-3PO, ami egy droidos ötös pakba jelent meg. Ez egy félig meddig ilyen újrahasznosított elemekből építkező ötös pak volt egyébként. C-3PO-n és egy ártunk kívül három olyan droidot tartalmazott, amit korábban ilyen Star Tours droidként már kiadott a Hasbro. Tehát benne volt a Rex droid, ugye az a pilóta droid, a VEG 16-18-as, ami ugye az ilyen roncs turkáló droid, elég szarul néz ki, és a DLX-2 is benne volt, ugye, amivel korábban már a Power of the Jedi sorozatban foglalkoztam. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen megúszós ötös pak volt, de ez a C-3PO viszont eléggé érdekes. 10 ponton mozgatható C-3PO, ami önmagában újrahasznosítás szintén, tehát fogták a Saga Collection-os 2006-os C-3PO-t és átfestették, de nagyon egyedi színre. És ez volt az, ami engem kezdetben rohadtul megzavart, és ami miatt nagyon megfingatott ennek is a beazonosítása. Fú, ne akarom messziről indítani. Lényeg a lényeg, hogy amikor csomagokat veszek, ugye sokszor van az, hogy mondjuk a képeken nem látszanak rendesen a dolgok. Próbálom minél jobban behatárolni, beazonosítani már képről, hogy mi micsoda. Elég jó arányban be tudom pillanatok alatt azonosítani őket, de van olykor, amikor mellé nyúlok. Na most ez a droid, ez a képen nem látszódott rendesen, félig takarásban volt, viszont az látszott rajta, hogy alapvetően ezüstös színe van. Tehát nem arany, hanem inkább ilyen fakó ezüstbe hajló, nem igazán aranyszínű C-3PO, és pont ezért én ezt elsőre TC-14-nek azonosítottam kép alapján, dörzsöltem is a tenyerem, hogy tök jó, a TC-14 az egy jó drága figura, majd jó drágán el fogom adni. Aztán amikor megjött, igazából nézegettem, és rájöttem, hogy feg, ennek hajlik a lába, a TC-14-nek meg nem, úgyhogy nézzünk csak utána, hogy mi ez. Aztán órákon keresztül keresgéltem, mire végül sikerült rájönni, hogy hát ennek köze sincs TC-14-hez, ez egy C-3PO, mégpedig Disney Park exkluzív C-3PO, aminek mondom, nagyon egyedi a színe. Tehát egyetlen másik C-3PO sincs, aminek ennyire ilyen fakós ezüstös színe lenne, és ilyen festett drótos dereka. Tehát ez is meglehetősen egyedi. Ugye hasonló volt a Power of the Force-nál is, de annak sokkal gagyibban volt megfestve, mint ennek. Na de miután sikerült beazonosítani, azután már meg tudtam nézni alaposabban. Ennyi az érdekessége, tehát ezen kívül persze jól áll a lábán, kiegészítője nincs, a keze az úgy van megformázva, hogy ne is tudjon megfogni gyakorlatilag kiegészítőt, úgyhogy igazából semmi extra C-3PO, de a színe miatt mindenképpen érdekes és különleges. Nagyon metallized ez a festék, tehát amit itt használtak, tehát ez nagyon élénk, nagyon csillog, és ezüstösen inkább, mint aranyosan. Úgyhogy ez igazából ez az érdekessége ennek a cumónak, de egyébként mondom, mozog a lába, tehát le is lehet ültetni, tehát rendesen figuraként is lehet hasznosítani. Még azt elfelejtettem elmondani, hogy ez a csomag, amiben ez szerepelt, ezen az előbb már emlegetett Star Wars Weekends eseményen volt megvásárolható 2008-ban. Exkluzív volt, tehát elvileg ekkor jelent meg, tehát az ilyen weekends eseményeken lehetett beszerezni, de nyilván ez olyan volt, hogy amíg a készlet tart, tehát hogyha utána még maradt a legyártott mennyiségből, akkor azokat azért még kipörgették a Disney shopokba, de hát ennek köszönhetően se a pak, se ez a figura nem egy gyakori darab, tehát egy viszonylag ritka és különleges C-3PO-ról van szó, aminek hát az ára is azért combos. Ha valaki azt a pakot azért egybe meg akarja venni, akkor hiába újrahasznosított figurák vannak benne, elég magas az ára. Ugye ezek a Disney exkluzív pakkok is, meg az ilyen single cardos dolgok is viszonylag rövid ideig kaphatóak már, akkor emberi áron adják, de utána így indul el az áruk gyakorlatilag, tehát befektetési célból se utolsó ezeket amúgy megvenni. Úgyhogy ez a pakk is viszonylag drága, meg ritka.
Bontva, őszintén szólva, máskor én még nem találkoztam vele, máskor meg máshol, nem is értem, hogy miért bontotta ki az, aki ezt megvette, minden esetre hát egy ilyen 4500 forintot biztos megéri magába, annál nagyon többet azért nem adnak értem, mert azért mégiscsak egy 3PO-ról beszélünk, szóval annyi, azért nem szoktak nagyon sokat adni semmilyen 3PO-ért, mert egy viszonylag common karakterről van szó, de ez egy common karakter, elég érdekes kiadása. Ahogy elég érdekes, a következő droid is, az R5-232 elnevezésű astrodroid 2018-ból. Na, álljátok, egy kicsit veszek le a fényből, hogy jobban látszódjon, mert bizony ennek a droidnak elképesztően jól néz ki a festése. Ezt komolyan mondom, az egyik kedvenc droidom lett az utóbbi időbe. Ezt nagyjából 22 év végén sikerült megvenni, azóta így középre van beállítva a vitrínbe, mert imádom. Amúgy a típust is nagyon szeretem, de ez egy különösen jól sikerült egyedi R5-ös figura. Miért egyedi? Ez a csomag, amiben ez az R5-ös volt, ez a Solo film droidjainak lett szentelve. 4 darab droidot tartalmazott, 2 darab R2-est és 2 darab R5-öst. Mindegyik droid a Solo filmhez kapcsolódott, viszont nem mindegyik droid volt olyan, ami ténylegesen látszódott is a filmbe, és ez a droid is ilyen. Tehát elméletileg ezt a Solohoz ténylegesen megépítették ezt a droidot, tehát ott volt a díszletbe ez a droid, mégpedig a Corellian volt elvileg, de én úgy tudom, hogy a filmben abszolút nem látszódott, tehát vagy olyan részen látszódott, amit később kivágtak, vagy egyszerűen nem használták föl, de lényeg a lényeg, hogy ez egy Corellia kötődésű droid, egy fehér alapon szürke festésű R5-ös, olyan, amilyenből nem jelent meg máskor másmilyen. Tehát ugye az R5-ösök vagy sárgák szoktak lenni, vagy fehér-pirosak szoktak lenni, meg még van azért egy-két féle, de ilyen fehér alapon szürke, olyan nem nagyon volt még. Ezen kívül külön tetszik, és külön imádom, és nem tudom, hogy mennyire látszódik ez most, de ezen a figurán olyan gyönyörű koszolás van, kérem szépen, lehet, hogy most ki is nyom azért a villanyt, hogy jobban lássátok, olyan gyönyörű koszolás van, olyan természetesnek tűnő koszolás van, hogy nagyon-nagyon tetszik. Tehát ez nem az a két ecsetvonással raktunk rá egy kis dzsubát, hanem tényleg olyan, mintha a droid így sokat ment volna, és az olyan részeken, ahol meg tud állni a kosz, ott van erősebben megfestve a kosz, a többi részen meg csak ilyen egy-egy pöttyöcske. A lábán ugye több van, tehát ez nagyon, nagyon, nagyon nagy műgonddal festett figura, és ez nagyon tetszik nekem. Ezen kívül az is tetszik, hogy noha ez is egy sima Hasbro 5 pontos R5-ös alapot használt, de mégis változtattak az alapon, és raktak rá egy ilyen restraining boltot. Tudjátok, ezt a kis csecst, ami megakadályozza a droidot abban, hogy önmaga tevékenykedjen. És őszintén szólva, ilyet én még más droidon nem láttam, aminél ezt így külön megformázták és rárakták volna. Nem levehető, de tök jól néz ki, hogy ott van rajta. Úgyhogy ilyen aprós kis részletek vannak rajta, amik nekem nagyon-nagyon tetszenek. Egyébként tényleg szerkezetileg egy sima droid, nem klikkelve forog 360-ba a dóm, mozog a lába, mozog a bokája, és lenne neki egy középső lába is, de az nekem nincsen meg hozzá. Van egy sima fehér középső lábam, ami Legacy-s, és belepróbáltam, de kicsi volt rá. Tehát igazából oda rakhatnám, hogy egy fokkal jobban nézzen ki, de igazából nincs értelme. Egyébként így is megáll a lábán, noha kerék van a lábom, és egész egyszerűen nagyon-nagyon tetszik ez a droid. Tehát mondom, középen van nekem a vitrínbe. Az ára is elég kemény, ugye ez a csomag is ilyen 40 dollár körül volt, amikor kijött, de azóta már nagyon-nagyon fölment az ára, tehát ilyen bőven 100 dollárok fölött, plusz posta, plusz vám jár az egész, és így külön ez a droid is hát ilyen 5-6-7 ezrekbe tud kerülni. Nekem se két fülérbe került, az az igazság. A következő single droidunk az ugye relatíve aktuális, amit itt már előbb mutattam nektek, egy bontatlan R6 SNO 2022 októberéből, ugye ez egy seasonal droid, ahogy előbb mondtam, ez volt a 2022 teles Droid Factory droid, amit ugye
meg lehetett kapni a Disney parkokba is, meg a Disney shopokba is, tehát ez relatíve ilyen szélesebb körben elérhető volt. Igazából ez nem kötődött se a karácsonyhoz, se a Halloweenhoz, arra külön kiadogattak droidokat, hanem ez csak egy sima ilyen kis téli hangulat droid volt így 22-ben. Nagyon hamar kipörgött egyébként, tehát 22 év végén már nem nagyon lehetett rendelni a legalábbis az európai Disney shopba semmiképpen. Ugye R6 SNO a neve, a snow, vagyis snow, az ugye a hóra utal, meg a télre utal gyakorlatilag a kép is, meg a droidnak ez a kis sálas, kalapos felépítése. Hát ez egy poén droid. Ahogy általában ezek a szezonális Disney droidok, ezek ilyen poénosak szoktak lenni. Nevükben is, kinézetükben is. Ugye a Halloween-esnél is például volt olyan, aminek, mit tudom én, R5 Boo, vagy mi volt a neve. Ugye a Boo az a hu, ijesztgetés angolul gyakorlatilag. Ugye Halloweenkor ijesztgetnek, tehát ez egy kapcsolódó név volt. Volt ugye olyan, ami világított a sötétben, meg minden ilyesmi, ilyen kis poénos dolgok. Volt olyan, amelyik ilyen kis sapka volt, meg amit csak el lehet képzelni ilyen hülyeségben. Itt jegyezném meg, hogy nagyon sokaknak szokta ez valamiért a szemét csípni, és nem nagyon értem, hogy miért. Sokan, amikor megjelenik egy ilyen droid, hogy mit tudom én, kis Mikulás sapka van rajta, vagy megjelenik egy olyan karácsonyi seasonal figura, hogy mit tudom én, piros Stormtrooper, amin mondjuk Mikulás sapka van, meg Candy, meg ilyenek, az akkor így mindenki így fölháborodik, hogy úristen, hogy nézett ki, meg gusztustalan, meg elizélik a Star Wars-t, meg mit tudom én, ez is a Disney, meg ilyenek szoktak általában pörögni a komment szekcióban, miközben szerintem ez egy full baromság. Egyrészt ugye korábban említettem, hogy már 2002 óta vannak ilyen szezonális ökörködések gyakorlatilag. A másik meg, hogy szerintem ez belefér. Tehát egy-egy ilyen poénos valami az belefér, hogyha nem tetszik, akkor tényleg nem veszed meg. Tehát van egy paletta, szerencsére elég jó széles, el lehet dönteni, hogy ezt a figurát megveszem, mert tetszik, ezt a figurát mert nem veszem meg, mert ez egy Mikulás mintás Scout Trooper, és szerintem az csúnya. Ilyen egyszerű, nem kell ezen felháborodni, akinek meg tetszik, az meg azt fogja megvenni. Egyébként szerintem ezek hordoznak magukba nem mindegyik, de némelyik poénfaktort, némelyik meg mondjuk ünnepi hangulatfaktort. Hiszen gondoljunk csak bele, ezek mondjuk karácsonyi dekorációnak is szerintem tök jól hasznosíthatóak, meg hangulatosak, és hogyha létezik Star Wars-os karácsonyfadísz, mert létezik 100 000 féle szett, meg létezik Star Wars-os húsvéti dekoráció, meg kinder tojás, meg sakkészlet, meg anyám kínja, minden létezik, akkor miért ne létezhetne mondjuk karácsonyi mintás droid figura, vagy bármi ilyesmi. Szerintem ez belefér, és sok esetben még vicces is, meg aranyos is. Például szerintem ez az SNO, ez kifejezetten aranyos, a kis sájával, meg a sapkájával, mint egy ilyen viktoriánus kis úriember. Ugye ezek az astrodroidok amúgy is szerintem tök cukik, hát valamelyik jobban, valamelyik kevésbé, például Chopper az szerintem a legeslegcukibb, de BD, meg még lehetne sorolni, tehát nagyon sok android van, ami szerintem nagyon aranyos. Tehát ezeknek a sorába szerintem ezek a kis sálasok is beleillenek, ami egyébként normál droidként is használható, tehát hogyha kibontod, leveszed a sapkát, leveszed a sálat, akkor egy teljesen normál R6-os astrodroidot kapsz. Ami egyébként 5 ponton mozgatható, ugyanúgy, mint az előző, forgatható a dómja, jól illeszkedik a sál is, meg a sapka is, egészen jól felöltözteti, hogy nehogy fázzon a hidegbe, és ez is egyébként legacy-s bad alkatrészekből épül föl. Mutattam is nektek már ilyen legacy-s R6-ost korábban, ami gyakorlatilag ugyanez, csak más színben van megcsinálva. Jól áll a lábán, van kerék a talpán, de akkor is jól áll a lábán, és szerintem egy aranyos, poénos valami ez a kis produktum. Nem vettem ezt a cuccot, egyébként érdekes a sztoria. Ugye én nem szoktam a Disney shopból vásárolni, mert drágá jön ki a posta is, meg általában kevésszer fordul elő, hogy többféle ilyen dolgot tudnék rendelni, úgyhogy nem szoktam rendelni. Viszont az egyik német eladómmal bizniszeltem tavaly évvégén egy elég nagyot, és tettem neki egy ajánlatot,
amit ő aztán nem fogadott el, mondott valamit, többet, és mondta, hogy ha elfogadom, akkor rádob ingyen egy ilyen droidot. Én meg azt mondtam, hogy jó, küldjed, és jó tettem, hogy így tettem, mert azóta benn van ez a kis droida a vitrínbe. Amikor kijött egyébként, akkor olyan 18 euró volt az ára, ma már azért elkezdett fölfele menni, hogyha most lenne belőle plusz egy eladó darabom, hát szerintem egy 10-es alatt nem adnám el. Én úgy satszom. Ja, még amit akartam, hogy egyébként ezek a Droid Factory csomagolások, ezek vékonyabbak és valamivel rosszabb minőségűek, mint mondjuk a Vintage Collection, tehát hajlamosak ezek a kartonok a hullámosodásra, de a blister legalább jó, meg jól le van ragasztva, de a karton az eléggé vékony, úgyhogy erre figyeljetek. És el is érkeztünk az utolsó kategóriáig, ami az összerakós droidoknak a mesdjéje. Ugye ezt már előbb mondtam nektek, 2012 és 15 között volt a Droid Factory-ban egy olyan rész, ahol ilyen 375-ös droidokat lehetett magadnak összerakni, tehát bementél, ilyen nagy tárolókba ki voltak rakva ilyen droid alkatrészek, összeraktál magadnak egy olyat, amilyet csak szerettél volna, tehát ugye elég sok szín, meg fajta, meg minden volt ott, nagyon sok egyedi szín, meg egyedi festés, összeraktad, berakták egy ilyen csomiba, adtál neki egy nevet, és akkor kifizetted $12, ha kettőt vittél egyszer, akkor 18,99 volt akciósan. És egyébként ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, imádták is a népek, elképesztő mennyiségű ilyen bad alkatrészt adtak ki hozzá, olyan alkatrészeket is, amik hát már korábban megvalósított droidokból voltak, de olyan alkatrészeket is, amiknek nagyon egyedi volt a festése. És hát különböző hullámokba jöttek mindig oda újabb és újabb alkatrészek. Tehát egy évben általában három eresztésbe küldtek újabb lábakat, újabb fejeket, újabb testeket, és akkor azokból össze lehetett rakni gyakorlatilag végtelen mennyiségű droidot. Most ezek a droidok ilyen beazonosítási rémálom szintén. Mind a kettő droid olyan volt, hogy nem azt hittem először, hogy vagy azt, hogy gyári droid, vagy az, hogy legacy alkatrészekből van összepattintva. Aztán amikor próbáltam beazonosítgatni, akkor rájöttem, hogy nem, mert vannak itt egyedi színű dolgok rajtuk, úgyhogy utána rájöttem mind a kettő, hogy ilyen Disney parkos. Na most, hát ezt mind a kettőt valaki, bármennyire is elképzelhetetlen, bement a parkba, megcsinálta ezt a dolgot, és ezeket a droidokat rakta össze magának. Hát elég, aki ezt a jobbos csinálta, annak azért elég okádék ízlése lehetett, már elnézést. Ez a másik, ezért kinéz valahogy, de aki ezt összeválogatta, az nem tudom, de lehet, hogy kisgyerek volt, nem tudhatom. De hát ő neki nem sikerült összeválogatnia jól a dolgokat. Ez egyébként 2015 áprilisában megjelent alkatrészekből áll össze. Van ugye egy fejünk, ami az R3S6-nak, vagyis Goldinak, Ahsoka droidjának a feje. Ez elérhető volt ebben a rendszerben. Továbbá szintén elérhető volt a rendszerben ennek az R5K6-nak a teste. Ez megjelent Legacy-ban is, illetve volt Build a Droid-ban is, azt hiszem, amikor Legacy-ban ezt össze lehetett rakni. Viszont nem teljesen ugyanilyen a festése, úgyhogy ezt az alkatrészt, ezt félre lehet azonosítani, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a festésére, hogy milyen a testnek, ezeknek a rovátkáknak itt a festése, hogy egy fekete, egy üres, egy fekete, ez fekete, itt, hogy ez ezüst, körbe fekete, erre oda kell figyelni, mert a gyárinak úgymond, ami kijött single cardosként is, meg amit össze lehetett rakni, annak nem ilyen a festése. Igen, tehát erről K6 a test, rakott rá valami kék kislábat, ezt nem találtam meg, hogy kié lehetett, és mindehhez pattintott egy ilyen sárga-fehér R2-es lábakat. Tehát ez tényleg elég ortocsányul sikerült, de mivel ez volt az első ilyen összerakós droidom, ami így véletlenül beakadt, ezért ez így van kirakva a vitrínbe. Tehát ez valakinek az ízlését tükrözi, ilyen egyszerű. A másik, az szerintem valamivel jobban sikerült, az 2015
második felében elérhető alkatrészekből lett összerakva valamelyik Disney parkba. Ez már azért átgondoltabb egy fokkal. R7 A7-nek a teste és a kislába van felhasználva. Ez a droid, ez kijött azt hiszem Clone Wars-osba is, még annak idején, csak ugye az más szerkezetű test. Emellé rakott ilyen piros-fehér R2-es lábakat, és rakott rá egy olyan R6-os dómot, ami csak és kizárólag tényleg a Disney Parkban volt elérhető ebben a színben. Tehát ezt semmilyen más droidhoz nem használták föl, olyan színben, hogy fehér, és egy ilyen szürkés-zöldes, másnapos fosbarna festésű részek vannak benne. Tehát ez a fej, ez csak ott volt elérhető a Disney parkokban ilyen színbe. Úgyhogy ilyen szempontból ez érdekes. Ez se egy tökéletesen összerakott droid, de valamivel jobban néz ki. Ez most érkezett frissen. Ennél már tudtam, hogy mi a helyzet, tehát ez is egy nagyobb csomagba jött, és kép alapján nem tudtam beazonosítani a droidot, és aztán álmondom, ez is összerakós droid lesz, és igen, tehát ezt már sokkal gyorsabban be tudtam azonosítani. Milyen értéke van ezeknek? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert hát ez valaki összerakta magának. Hogyha szétbontod alkatrészekre, akkor úgy egyébként lehet, hogy drágábban lehet eladni, mint egybe, mert akkor az ilyen droid bubusok biztos, hogy szívesen rámoccannak. Nem tudom, erre most így nem mondanék árat, hogyha ezt így valaki kirakná vaterára, nem hiszem, hogy mondjuk 3000 forintnál többet adnának érte, mert nem szép, mondjuk ez még szebb, mint ez, de érdekes, tehát itt igazából az érdekesség faktora van meg, nem az, hogy drága. Az biztos, hogy én akár akkor beszabadultam volna oda a Droid Factory-ba is, ilyen droidot raktam volna össze, vagy most a nagyobb méretűt, hát szerintem én talicskával tolnám ki a droidokat, bármennyire be is kerül, meg órákat csesznék el ott, hogy melyik szint melyikkel párosítsam, mert igazából ez egy nagyon-nagyon jó móka, és egyszer mindenképpen át akarom élni. Tudom, hogy van köztetek olyan, aki volt ott. Találkoztam is olyan, van olyan barátom, aki volt, és vett is ilyen nagy droidot, amit magának rakott össze, meg is mutatta nekem, nagyon-nagyon frankó, úgyhogy hát egyszer majd talán én is eljutok oda. Úgyhogy ezek voltak a Disney droidok, érdemes ezt a vonalat is követni, minden évben jelenik meg többes pakk is, szezonális dolog, single kártos is, úgyhogy lehet válogatni, ugye? Nem annyira régen az Obi-Wan Kenobihoz kapcsolódóan, meg az Andorhoz kapcsolódóan is jelent meg droid, meg minden ilyesmi, úgyhogy azért pörgetik ezt is, és nagyon jól teszik, hogy pörgetik. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, meg minden ilyesmi, kommentben mondjátok el a véleményeteket, tartsatok velem a Facebook oldalon, illetve a játékokapolcról.blog.hu-n is. Jövő héten ugyanebben az időpontban itt leszek, és Modern G.I. Joe-val fog foglalkozni szerintem, de még átgondolom azért ezt a dolgot előtte. És hát, ha minden igaz, akkor vasárnap meg sokatokkal találkozom a Festen, 10 órától 3 óráig Kőbányán, a Kőrösi Kulturális Központba, belépő 1000 forint, gyertek el, és tartsatok velem majd jövő héten, szerdán is, ugyanebben az időpontban. Szavasztok!